Hallom a sikítást. Vége a földnek, a szélnek, a napnak, az állatoknak, a fáknak, a vizeknek. Haldoklom! Ez az alkotást nyerte a Shoot for Earth, Forgassa Földért elnevezésű 24 órás filmkészítő versenyt, melyre élő szereplős rövidfilmmel, animációval vagy videoklippel lehetett nevezni. A szervezők ezúttal sem szabták meg a technikai paramétereket, így telefonnal, fényképezőgéppel vagy videokamerával is elkészítették alkotásaikat a résztvevők. Professzor Carl Bardos, a verseny művészeti igazgatója elmondta, az emberek felelősséggel tartoznak a környezetért. Az esemény rendkívül fontos véleményem szerint, hiszen játékosan, de arra vezeti a résztvevőket, rajtuk keresztül a nézőket, hogy a környezettudatos gondolkodás milyen fontos. Életünk minden pillanatában gyakorlatilag bármit, amit csinálunk, valamilyen formában befolyásolja a környezetet. Valamint a környezet befolyásol minket. Tulajdonképpen az ember a mesterséges környezet létrehozója. Ez a különbség az állatok és mi közöttünk. Fontoljuk meg, mit csinálunk a környezetben. A legapróbb dolgok. Például tegyük föl, hogy amikor reggel fogat mosunk és borotválkozunk, akkor csak folyik a víz a csapból. Kell annak egy folytában folynia? Nem lehetne megállítani, aztán megint bekapcsolni? Ez csak egy példa. Innentől kezdve a cigarettán keresztül életünk minden mozzanata ezzel a mesterséges környezettel függ össze, amit mi teremtünk, és ezért mi felelősek vagyunk, és erről szól ez a játék. Lawrence David Földes, az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép és Tudományos Akadémiájának a tagja úgy nyilatkozott, sokkal nehezebb egy perc alatt bemutatni egy egész történetet, mint egy több órás filmben, mert a rendelkezésre álló rövid idő ellenére is keretbe kell foglalni azt, ami nagy kihívást jelent. Egy perces film alatt ez nem egy egyszerű dolog csinálni egy percest. Szóval aki tud egy jót egy percest csinálni, akkor az már tud csinálni nagyobbat. Szóval többet tanul ebből csinálni így egy perces filmet. Először azt ad, hogy gyorsan meg kell csinálni. Szóval gyorsan meg kell fogalmazni, megírni, lejátszani, fölvenni, megvágni, zenét tenni rá, ez mind 24 óra alatt meg kell csinálják. Szóval ha ezt már meg tudják csinálni, akkor már a nagy filmben is tudják, hogy milyen gyorsan kell dolgozni. De a magyar film a Gaia, az minden részben remek volt. Szóval a fényképezés, a vágás, a sztória, és mégis a színészek is, akik benne voltak, érezte az ember, hogy ezt a sztorit. A másik nekem, ez a második film, amit nyert, a Nasty Coffee, az volt a neve, az is egy perc alatt mennyit tudtak mutatni ezen. Ez a kettő nekem nagyon-nagyon éreztem. Kindl Gábor, a verseny alapítója és versenyigazgatója elmesélte, a világ minden tájáról érkeztek alkotások. A 24 óra alatt több mint 100 kisfilm pályázatot juttattak el hozzájuk. Voltak meglepetések egyébként, mert akik nyertek, középiskolások, gödöllői középiskolások nyerték meg a magyar játékot. A főszereplő kislány éppen 8. osztályos, és én ennek nagyon örülök, ez azt jelenti, hogy ugye maga a játék eléri a célját, amit akarunk ezzel, hogy azt a fajta környezettudatos gondolkodást segítsük a magunk módján, amit gyerekkorban kell elkezdeni. Mert akkor beég az embernek, azok minden beég, aminek be kell égnie, és azok jó dolgok. Egy kategória van, nincs nevezési díj, tök mindegy, hol élsz a világon, teljesen mindegy, hogy milyen technikai eszközzel, amivel lehet filmet készíteni, mivel dolgozol. Egy perces filmet kell csinálni, amiben elmondod a saját gondolataidat, meg mind szeretnél változtatni, és hív fel a figyelmet arra, a másoknak a figyelmét arra, hogy ők is legyenek partnerek. Azt tanácsolja a fiataloknak, hogyha már telefon van a kezükben, kezdjenek el filmezni, örökítsék meg a pillanataikat.
Visszanézve azokat, rengeteget tanulhatnak belőle, ami a fejlődésüket segíti. Soha nem készült ennyi film a világon, mint most. Meg 100 percet töltünk naponta rövid filmek nézegetésével. Tehát akkor egy ilyen játék, egy 21. századi játék, amiben film van benne, internet van benne, és még alkotsz egy jó cél érdekében. Mi kell még? Nekem nagyon tetszik a magyar győztes film, de felsorolhatnék többet, és tehát dramaturgia olyan szinten össze van ezek a hangokkal, meg effektekkel rakva, ami csak álmodozik az ember. Idén is számos remek alkotással pályáztak a filmkészítő versenyen résztvevők. A hagyományokhoz híven a jövő évi kritériumok is csak a kezdés előtt pár órával kerülnek majd napvilágra.